Sziasztok! Szeretnék megmutatni egy olyan vetési módszert, amivel talán egy kicsit lehet a vetőszalagot helyettesíteni. Pontosan nem tudom, hogy fog-e működni, ezért egy olyan vetés, ez egy kísérlet lesz teljes egészében. A lényege az, hogy csinálunk egy viszonylag sűrű vizes oldatot, amivel belekeverjük a magokat, és ezzel a vizes oldattal együtt ültetjük el a növényeinket. Ez leginkább az apró magvú növényeknél segítség, például a salátánál. Ezzel is hoztam most egy ilyen salátát. Ha a salátánál bejön, akkor a sárgarépánál is használható lesz. A módszer első része, hogy meg kell csinálni ezt a zselét. Ahol én láttam, ott keményítőt használtak, simán vízzel elkeverve. Az arányaik sajnos nem mondták el, így most csak egy kis kísérlet előzte meg magát a zselé készítést, idézőjelben ez nem zselé. Szóval elkezdtem kísérletet, hogy talán melyik lehet az a megfelelő állapot, állag, amivel nekünk, amivel tudunk egyáltalán vetni. Na, a vetéshez, vagy hát a zselé készítéshez, és mondom ez idézőjelbe, 65 g liszt és fél liter víz, vagy mint nálam most, ez egy ilyen fokhagymás, csalános, kamillás tea, végül is házalék, és ezt fogom használni folyadékgyanánt. Most nincs más dolog, mint hogy elkészítjük a sűrű oldatot. Sima lábast használok, beleöntöm a folyadékot és a lisztet az edénybe. Már így hidegen megpróbálom egy kicsit elkeverni, próbálom csomómentesre keverni, és utána elkezdem felforralni. Hát tényleg olyan, mintha egy ilyen erősebb habarást készítenénk. Próbálkoztam 40 g-mal, próbálkoztam 50 g-mal, volt 100 g, 80, 120 g. Szerintem ez a 65 g a fél literhez ez tökéletes lesz. Arra figyelni kell, hogy ne égessük oda. Pár perc alatt felforr, szóval nagyon sokat nem kell a tűzhely mellett bíbelődni. Látszódik, hogy kezd besűrűsödni, és igazából amikor elérjük, hogy már a hab nincs tetején, akkor akár le is vehetjük a tűzről. Most ezek után, látjátok, ilyen viszonylag sűrű állaga lett, ezek után kihűtjük, mert természetesen, ha most beletennénk ide a magokat, tönkre is mennének. És akkor folytassuk, kihűlt ez a vetőzselé. Lehet, hogy egy kicsit még sűrűbb állagnak kellene lennie. Most azt mondom, hogy megpróbálom ezzel, aztán, hogyha nem annyira sikerül, akkor csinálok egy sűrűbb állagot. Csináltam ilyen kis vetődobozt magamnak. Egy kisebb és egy nagyobb dobozt raktam egymásba. Mivel bent a lakásba fogom nevelni, ez azért is jó, mert és a radiátor fölött a párkányon, az ablakpárkányon fogom nevelni. Ez a réteg, egyfajta szigetelő réteg, plusz, hogyha túlöntözöm, akkor itt létre fog jönni egy ilyen párás közeg, és mindig a gyökerét fogja a növénynek párásítani, nem a tetejét, emiatt nagy valószínűséggel kevésbé fog akár a föld teteje bepenészesedni, vagy kiszáradni maga a növény, mert mindig egy kicsivel több vizet tudok neki adni, hogyha ide alulra teszem. Na már most, akkor itt van az általam készített palántaföld, itt az általam készített vetőzselé, nincs más dolog, mint ezt a salátamagot beleszórni. Na, hát látjátok, hogy a salátamag az nagyon-nagyon apró. Hát a salátamagnak csak egy részét fogom beleszórni, azért annyit, hogy próbálok arra figyelni, hogy azért kevés maradjon, sőt, inkább el is vetem. Ő lesz a kontrollcsoport, bevallom őszintén. Jó sűrűn vetem, nincs ezzel gond, most igazából nem a vetési sűrűség a lényeg ennél, hanem hogy mikor kell ki, ehhez képest a többi, az mikor indul növekedésnek. A maradékot meg úgy, hogy van, beleszórom mindet. És elkeverem ebbe a vetőzselébe. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, bevallom őszintén. Ahol láttam ezt a módszert, annak a hölgynek nagyon bevált. Hát most, hogy nekem be fog-e válni, ezt majd körülbelül 2-3 hét múlva, legkésőbb egy hónap múlva azért ez ki fog derülni, vagy ki kell derülnie. Na, össze is kevertem, remélem.
Átteszem egy ilyen vetőzacskóba, ami igazából egy sima kis nylon zacskó. Tök jó. Hát még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit. Látjátok, a magok azok ide a... Hát nem tudom, mennyire látszódik. Ide jöttek a szélére. De hát ez legyen a legkevesebb, hogy bukok néhány szem magot. Most pedig egy ollóval kivágom a tetejét. A nylon ne kerüljön bele. És óvatosan belefolyatom ebbe. Így, a maradékot félre rakom természetesen. Két kis folyadéksor van benne. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mennyi magot raktam bele, mert fogalmam nincs, ez egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kis játék ez. És utána leszórom földdel. Megszórom földdel, és ennyi. Két hét múlva, három hét múlva szerintem ki fog derülni, hogy egyáltalán sikerült, ki fog-e kelni. Hoppá, még miért elfelejtem. Kontroll sor. ne felejtsem el megjelölni, különben a végén még azt hiszem, hogy minden teljesen jó. Ő volt a kontroll sor, az összes másik kettő pedig a kevésbé kontroll. Na most megnézem, hogy ezt az egész vető zselét fel fogom használni. Még egy ilyen tárcányit megtöltök, csak úgy kíváncsiságból. Beviszem a lakásba, természetesen még a tetejét egy kicsit megöntözöm. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikorra, hogyan és mennyi saláta fog kikelni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog sikerülni. Egy 2-3 hét múlva tényleg azt mondom, hogy majd természetesen vagy sortba, vagy valamilyen kisebb videónak a végére oda fogom tenni, hogy hogy állunk a salátákkal. De tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e salátát terveztenem vetőzselébe, és hogyha sikerül, akkor milyen lesz annak a sűrűsége, a kontroll sorhoz képest mennyire gyorsan kelnek ki, vagy nem kelnek ki. Hát ez egy ilyen nagyon kis rövid videó volt, köszönöm, ha megnézted. Remélem, hogy a kísérlet beválik, természetesen bárki ismételhet. Ha valami jobb ötlete van, azt meghallgatom, és természetesen, hogyha tényleg olyan az ötlet, akkor azt ki is fogom próbálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy működhet-e ez a dolog. Máshogy, másféle növényekkel, vagy másféle adalékanyaggal, nem csak liszttel, vagy keményítővel. Mindenkinek jó kertészkedést, sziasztok!